mondja? Miranda Alejandrina Versailles. A hercegnő, akit eljegyzett Maximo Augusto Calderón de la Hoya gróf. Nem, a keselyűnek nincs semmiféle mennyasszonya, mert én vagyok a felesége, én birtoklom a szívecskéjét. Miről beszél? Miről beszél, szenyora? Csak ne tolakodjék be az én privát szférámba. Én egy hercegnő vagyok. Hogy képzeli, hogy kérdezget? Oda nézzenek, hogy a hölgynek mekkora az önbizalma. Mondja csak, hova valósi maga? Egy nagyon fontos királyságba. Igen, mennyire fontos? Árulj el, hány csillagos királyság? 100,000 Upakion királysága roppantul befolyásos. Krikorag a testvérországa. Na és mondja, az apai vagy az anyai ágról? Te ostoba cseléd! Hogy mondta? Ostoba babácsú! Értelmesen beszéljen, ha azt akarja, hogy megértsem. Ne ide figyeljen, csacska! Maximo az enyém lesz! Engem veszel feleségül. És az én hálószobámban fog aludni. Igen, feleségül veszi, na halljuk ezt az ő szájából! A grófajkai az enyémek lesznek. Már igen, csak régen lefoglaltam őket, tudja? Úgyhogy mostantól. Álljon félre! Csak ne oszta nekem a tanácsot! Inkább adja ide a keselyűt! Az ki van zárva? Most leteszem, mert rengetegbe kerül a távolsági hívás. Magának rengetegbe kerülni, ha nem adja a keselyűt. Tőle akarom hallani, hogy sosem hagy el minket, főleg amilyen állapotban most vagyok. Azonnal kérem a telefonhoz, megértette? De ez itt kivitelezhetetlen. Vagy ide adja, vagy tönkreteszem magát, világos? Halló? Halló? Lerakta. Flori! Mi az, valami baj van? Na ne, Flori! Ne zavarj tovább! Dorkig vagyok veled, örökösen itt kerülsz körülöttünk, mit akarsz? Hallani végre a teljes igazságot! Csak beszélhetnénk egy percre, ha? Ide figyelj, az én dolgom elmondani csacska az igazat, te leszólj bele ebbe! Az én dolgom is, én kezdtem el, te folytattad, hogy nem, én tisztálom ezt a hazugságot, hagyd ezt kérlek! Jól van, de még ma el kell intézned. Megígérem, hogy még ma elrendezem, okay. Rendben. Szia, apa! Mi volt ez? Elmagyaráznád? Miért attól még, hogy öreg és nincs barátja, még lehet terhes, nem? Ha is vajon ki az apa, Evaristo? Miért nem szóltál nekünk, Gréta? Rendeztünk volna neked egy végen. Miért is szemtelen tök magok vagytok? Hogy tréfálkoztatok? Ne szívd már úgy, mert ne vegyél mindent komolyan, de mi lenne, hogyha Tomásnak keresztelnéd, na? Na jó, most már fejezzétek be, nem várok semmilyen gyereket. Honnan vettétek ezt a hülyességet? Ne is alsfájás. Attól a szörnyű gyökértől kaptam, amit Floriciente majszol. Na és a tipegők? Én azokról semmit sem tudok. Az ultrahang? Miféle ultrahangról beszélsz? A saját két szememmel láttam tiéd. Most, hogy az enyém, fogalmam sincs róla. Semmi köze sincs hozzá. Értsd már meg, hogy Gréta nem lehet terhes. Egyszerűen nem lehet. De valakinek annak kell lennie. Jó, de az nem én vagyok, és fogalmam sincs, hogy ki. Figyusz, a témánkra visszatérve. Ne törődj Martinnal, rám hallgass, oké? Oké. Kezdődik a Vícs, ez a kedvenc műsorom. Jó lenne, ha én is le tudnám győzni a levegőt, a földet, a vizet és a tűzet. Igen, olyan elősek, szerintem Will a legjobb. Nem, ezt így nem lehet kijelenteni. Nem lehet igaz, Rosita. Én azt hittem, hogy már megváltozott, hogy vége ennek a kicsapongó nőcskézős korszakának, de nem. Nem tudom, nem értem, mi történt. A delfinás történeteit ismertem, de aztán, amikor velem kezdett lenni, azt mondta, újjászületett, és tényleg engem szeret. De erre meg tessék, itt van ez az újdonsült hercegnő, aki közli a telefonban, hogy magának akarja. Igen, csak én azt gondolom, hogy mivel olyan bulizós ficsúrnak ismerted meg, aki minden szoknya után megfordul, ez nem igen fog megváltozni. Különben, ha képes vagy Delfivel kitolni, miért ne tolna ki veled is? Mert igazából szeret. Nem is értem én ezt, főleg, hogy miért most teszi, amikor apuka lesz? Igen, igen, tudom én, hogy nehéz ezt megérteni, de ha a pasi képes ezt megtenni veled, az azt jelenti, hogy rossz fiú, de bárcsak ne lenne igazam, bárcsak tévednék. Igen, bárcsak így lenne. Csak hogy szerintem nem tévedek. Úgyhogy készítek neked most egy teát, jó? Ne. Éhes vagyok, inkább egy sült csirkét kérek. Vagyis egy sült keselyűt.
Nem bírom, ha így szenvedsz, kicsim, nem bírom nézni. Az én Santianom betegségét juttatod eszembe. Mit keres maga itt? Hogy mit? Hát együtt érzek veled, szívem. Eszembe juttattad a saját szenvedéseimet, jaj, borzalmas volt, amikor Santian megoperálták. Nem ehettük együtt a kaviát, rettenetes és a kiütések. Láttad, hogy nézett ki a kislányom, amikor foltos volt, mint az apja. Nem tehettük ki a lábunkat az utcára. Minek jött a szobámba? Menjen már innen, nem vagyok kíváncsi kicsi magára. Húzzon már el! Húzzak már el, én is mindig ezt mondtam Santiannak, húzz már el, mert ha egyszer lesz egy házasságon kívüli gyereket, dühös leszek, pláne, hogyha az egy kislány. Na, be a hazudozást, és húzzon innen. Azért jöttem, hogy együtt érezzek ne veled. Nem érjen hozzám, húzzon el! Mit csinálsz, kicsim? Hát én szeretlek téged a magam módján, de szeretlek téged, szívem. Fejezze be, és hagyjon már végre békén! Húzzon így már! Én számozzék, elfraumalak! És annak ellenére, hogy kitort az örökségből, nem számít, és téged is szeretlek. De jöjjön, elfraumalamala! Floricienta! Mondd te, nem vagy... De Gréta, várandós vagyok, babát várom. Gratulálok, kicsiké! Köszönöm, Gréta, köszönöm. A Herr Graf tudja, hogy kispapa lesz? Ne húzd fel magad, ismered Valentinát, egyfolytában jár a szája. Igen, de valami igazsággal akart előrukkolni, mi az? Mindig van mit közölni, de csak ostobaságokat... Nem, Maria, hagyd a ködösítést, van valami mondani valód? Bízz bennem, mi az? Áruld már el! Én meghallgatom. Hogy van a boldogalom, párocska? Igen, minden rendben. Figyelj, ezt láttátok már? Azt mondd rám hasonlít, ugye? Egy kis Franco, reméljük nem üt mindenben. Ugyanolyan szintik a mamája. Hát köszönöm. Mennem kell, mert apa most már nagyon aggódhat. Jó, ezt itt hagynád. Flor még nem látta. Persze, mutassak. Biztos, hogy jól vagy? Teljesen jól. Tudod mit? Biztosan ideges. Jaj, de édes. Rendben, papa, bár is indulok. Goodbye. Na jó, ebben van a Frankinek szóló igazság. A vallomás. Franki! Nike, te vagy az? Jaj, de jó, rossz itt egy levelem számodra, Nike! Nekem semmi nem kell tőled, Valentina. Jól van, csak ezt a levelet hadd adjam oda! Valentina, semmilyen levelet nem akarok. Biztos tele van olcsó pletykákkal. Jó, a sampon belevett a szemembe. Az ajtót csukd be, az ajtót most azonnal! Azonnal menj ki! Menj ki és add ide a köröl között! Ez az! Figyelj, darling, ezt a levelet mindenképpen oda kéne adnod. Húzd már ki innen, Valentina! Jaj, hogy magyarázzam már el? Még Mary és Frankie esküvője előtt add ezt oda Frankie kezébe, érted? Hagyj már békén, szépen kérlek, menj ki innen! Ezt most én a nadrágod zsebébe! Érdekel, hogy mit mondasz, tégy, ahogy akarsz! Rendben, most elrepülök a repülőn kell a nagyim most, mert ma 90 éves, hiányozni fogok neked! Igen, igen, de csak ha elmész, különben nem! Goodbye, darling! Tűnj innen! Rendben! Ez a nő szörnyelmiselhetetlen! Ez nem lehet igaz, Floricienta. Még hogy a Herr Graf megcsalla, ez csak valami tévedés lehet. Igen, én is ezt hiszem, de nem is tudom, lehet, hogy mégis titkolózik előttem, úgy érzem. Ne mondj butaságokat, szerintem inkább itt valami titoklappang. Igen, abban a krikologandiai palotában. Flori, hoztam egy teát hóholymodra. Köszönöm, de tudod mit? Olyan éhesek vagyunk, hogy inkább ennék valamit, egy tortát. Hallottad ezt, Réta? Hallottad?